Nem mindenki bírja ezt. Volt, aki bedugta a fülét. Igen. Szerkesztő kollégánk egyébként a délután folyamán helyreigazított minket, úgyhogy mindenkitől elnézést kérünk. Tehát következetesen azt mondtuk Kassaitó Csabával, hogy ez a techno veretés, de ez nem techno, hanem hardstyle. Úgyhogy elnézést kérünk mind a hardstyle, mind a techno fanoktól, hogy ezt nem tudtuk, innentől kezdve erre nagyon oda fogunk figyelni. Hangulatos volt a bevonulás mindkettőjük részéről. Én nagyon szeretem, ahogy bevonul Dirfan Düvenbode. Na, azt beszéltük, hogy a két legnagyobb név gyakorlatilag a mezőnyben játszók közül, és hát pont egymás ellen kell, hogy itt színpadra lépjenek. Mit vársz tőlük? Én megmondom őszintén, hogy az eddigiek alapján mind a hétvégén látottakat, mind pedig az egymás elleni mérkőzéseket tekintve inkább Joshokra tenném fel a pénzemet, meg megmondom őszintén egyébként a karakterében is egy fokkal szimpatikusabb számomra Joshok, de természetesen Van Dijvenbode is az elmúlt években a szívem csücskévé nőtte ki magát, mert tényleg egy nagyon szerethető figura ő is. Négy mérkőzésük volt eddig egymás ellen. Ugye tekintettel arra, hogy Joshok a tavalyi évben szerezte meg a turkárdot, ugye nyilván tavaly indult el kettejük közös múltja, mégpedig április 1-én bolondok napján Bánciban megrendezett PS Championship fordulón rögtön az első körben összeakadtak, és akkor Joshok 6-4 arányban nyert, majd szeptember 4-én a Hungarian Darts Trophy-n, tehát itt Budapesten a legjobb 16 között futottak össze, akkor döntőleges párharcon tudott Joshok tovább jutni. És még szintén tavaly, október 20-án egy újabb Players Championship forduló, megint csak Bánciban, akkor a 32 között 6-3 arányban tudott nyerni Joshok, és azon a mérkőzésen egyébként Rock 110,15-öt, míg Van Dijvenbode 105,72-t hozott össze, és akkor volt egy mérkőzésük az idei évben, mégpedig március 26-án a jó memóriával rendelkező nézőink még akár emlékezhetnek is rá, a European Darts Open negyed döntőjében, tehát ugyanebben a fázisában a versenynek. Van Dijvenbode 6-3 arányban tudott nyerni, akkor mondjuk Rock eléggé alul teljesített, mindössze 89,11-es átlagot hozott, míg a holland 96,13-at. Viszont ugye ennek a hétvégének a legjobb teljesítményét messze Joshok szállította azzal a 108 pluszos átlaggal, ami egészen elképesztő volt. Nagyjából negyed órán keresztül tartott az a mérkőzés, amikor Jules Van Dongent legyőzte. Hát nem akarta ott a véletlenre bízni a dolgokat. És egyébként nem csak a negyed döntősöket, hanem az egész mezőnyt tekintve Joshok az egyetlen olyan játékos, akinek 100 fölött van a torna átlaga. 102,25-tel érkezett ide a legjobb 8 közé két mérkőzés alapján. Úgyhogy igazából tényleg nagyon sok szól az ifjú északír mellett, de természetesen Dirk van Dijvenbode nem véletlenül volt már korábban kétszer is European Tour döntős. És egyelőre Rocknak úgy néz ki, hogy a kezdés az egy picit döcögősen indul. Dupla 16. Meg is olja. 1-0. Ugye, ha megnézzük, hogy mit csináltak idén a Players Championship fordulókon és a European Tourokon, akkor az a helyzet, hogy Joshoknak van két Players Championship, illetve egy European Tour elbukott döntője, tehát három finálé ezekben a versenysorozatokban. Dirfan Düvenbodénak viszont van három megnyert Players Championship forduló és kettő elveszített European Tour döntője, úgyhogy ha szigorúan ezeket nézzük, akkor ezekben a sorozatokban egy picit jobban áll a holland, de hát ez mondjuk az egymás elleni mérkőzésükön nem feltétlenül kell, hogy megmutatkozzon, de ez mindenféleképpen egy igazi csemege, mint a negyed döntők közül. Jó tempóban is dobálnak, mind a ketten bőven képesek 100 pluszos átlagot hozni. Hozzák is ki magukból, azt kívánom, és akkor semmit nem fogunk unatkozni. 131 után 135 Van Dijvenbode-tól, pici pontelőnybe került ezzel. De Rock már is darál, 180! rá a válasz, és megérkezik 100-ra, 9 nyíl után mind a ketten nagyon jól állnak, viszont ugye Rock lépés erényben azzal, hogy ő kezdett. Na, itt rontja el, hogy 4-es lett belőle. Nem tud rádobni a burra a végén. És még egy szektorhiba. Legalábbis, ha azt nézzük, hogy nyilván triplát szeretett volna találni, de csak szimpla lett.
Dupla-dupla. Bizonyám, na még egy kell belőle. Nagyot szólna rögtön így az elején. De ez igen! Ott van! Jó megnézni, hogy bement ebbe. 2-0. 12 nyilas leg Irfan Dijvenbode-tól. Tornán ez volt a 32. 100 pluszos kiszálló. Van Dijvenbode-nak a második, volt neki egy 160-asa. És rögtön lebrékeli Josh Rockot. De neki nem lesz címvédés idén az ifjúsági világbajnokságon. Nyilván szerette volna az, de ott is azért brutálisan erős volt a mezőny, ezt nyugodtan mondhatjuk. Jó kis döntő lesz azért így is. Nagyon keményen jönnek fel a fiatalok egyébként, szerintem pont kijelentetjük, hogy szemtanúi vagyunk egy folyamatban lévő generációváltásnak, egyre inkább jönnek ezek a 20 éves, szemtelenül jól játszó, senkit sem tisztelő játékosok, és megmutatják, hogy ezt a játékot hogyan is lehet játszani már nagyon-nagyon fiatalon, nagyon-nagyon magas szinten. Ugye Jan van Veen és Luke Littler fogja majd játszani, Littler 16 esztendős, én nem töltötte még a 17-et, brutálist. Ugye ott azért bőven van, mert 23 éves korig játszott meg ifjúsági világbajnokságon a játékosok, és 16 esztendősen már ott van, úgyhogy abban a mezőnyben azért jócskán vannak olyan játékosok, akik turkárral rendelkeznek. Luke Littler kapcsán egyébként csak annyit elég megjegyezni, hogy az idejében Bécsben rendezték meg az ifjúsági Európa-bajnokságot, a VDF ifjúsági Európa-bajnokságot, és konkrétan nem rakták be az angol válogatottba. Mert feleslegesnek ítélték meg a történetet, mert a csávó annyira ott van már a PDC sorozatokban, hogy egyszerűen nincs értelme. Elnézést kérek a jelzését, hogy kvázi elmenjen bohóckodni egy olyan mezőnybe, ami vastagon a mezőny fölött áll. Úgyhogy ennyit Luke Littlerről, tehát tényleg az utóbbi évek egyik legnagyobb angol tehetsége a srác, és fogunk még róla nagyon sokat hallani. Nyilván ez az kell, hogy kordában tartsák az indulatait és a személyiségét, jó irányba tereljék. És közben egy 109-es kiszálló Rocktól nagyon szépen válaszol az előző 100-as Van Dijvenbode checkoutra. Alakul ez a meccs. Neki is ez volt a második 100 pluszos kiszállója a tornán. Tegnap volt neki egy 148-asa. Sokkal jobb kezdés. Majdnem egy 100-as előny rögtön a holland neve mellett. Láthatjuk a kiszállókat legenként. 6 nyílból egy tripla, de az az egyesben. Egyébként érdekes lenne utána bejátszani azt, vagy berakni azt, hogy hogy állnak a százalékos mutatók a kiszállózáson, mert egyelőre nem rontott egyik játékos sem a duplán. Na végre most már a tripla húzat is eltalált a Rock, ebben a legben is 140, de még így is Irfan Dijvenbode van előnyben. Gyakorlatilag olyan, mint hogyha a holland kezdte volna ezt a leget. De a tripla kellene, hogy kiszállóra érkezzen meg, de nem a tripla egy. Így azért még Rock visszaszerezheti a kezdeményezést ebben a legben. Nagyon jó, 128-al, 134-re. Nem jön a tripla 20, sőt, megint egy szektorhiba. Zsinolban a harmadik olyan kör a hollandtól, amikor szektort hibázik. Leginkább ennek köszönhető, hogy oda lett az előnye. 58-al 76-ra érkezik meg Rock. Nézzük, hogy megy a 118-as Van Dijvenbode-nak. A 100-as ment neki. Nem. Megint szektorhiba. A tripla 19 jön, ezzel lekerekít 40-re. De ott az esély Rocknak, hogy tartsa a kezdését és egyenlítsen. Nincs meg. Ez eddig ugye már most biztosan a legrosszabb leg, hiszen eddig 15 nyílból megvolt. 3-ból 2, meg egy 12 nyílas is. Ez meg most 16-ra lett meg. Számszerűsítve 93,94-es átlag a 16 nyíl, tehát az sem olyan rossz egyébként. És Van Dijvenbode egyelőre
100%-os még mindig a kiszállókat tekintve. És kétszer el tudta már venni Rock kezdését. 140. Ezt még mindig visszadobhatja Rock, nem teszi meg. Százas lesz ebből így. Még egy 140-es. Megpörgetik azért a programot rendesen. Utolérjük magunkat, még akkor is, hogyha 6-5 lesz ennek a meccsnek a vége. 136. Na nézzük, hogy két darab 140 után hogyan folytatja a holland. A tripla az megint jön. Megint kettő is. Még egy 140. Úgy néz ki, hogy sikerült túllépni azokon a szektorhibákon. Az igen. Gyönyörű. 177. No, 81. 81 a 94 ellen. Van Dijvenbode kezdi ezt a kis játékot. Tripla 19. 12. Bull. Megvan. 4 per 4 a duplán. Óriásit játszik a holland. És Joshok is ott van, lohol a nyakában. Nem szabad engedni a duplára dobni. Egyszerűen nem. Nincs más verzió, ami itt most szóba jöhet a Rock szempontjából. Na, és most megint a szektoriba. Legenként változik. És nincs is tripla, amivel tudna magán segíteni. Igazából amíg a saját kezdéseiben ennyire magabiztos a holland, és a duplán ennyire hatékony, nagyon nem kell aggódnia. Na, ne felejtsük el, hogy most Rock tulajdonképpen azért játszik ebben a legjobb, hogy végre behúzzon egyet saját kezdésből. 135. Gyorsan javít. Nagyon szép, 134-jel, 170-re. Most nagyon messze vannak a triplától. Igazából ezt a leget elég, hogyha Van Dijvenbode arra használja fel, hogy a szektor belövés meglegyen, hogy megmaradjon igazából, mert be van az már lőve rendesen. És akkor váltani kell, így van. 104-en nagyon szépen, 160-ra. Ez megvan. És a dupla 20. Fölötte. A padlizsán az egyelőre ma nagyon megy. Jó az első. Az fölötte. Meg aztán a tripla egyben. Az már ott van. 4-2. Az első saját kezdése Rocknak, amit meg tudott nyerni. Megint itt van a szektorhiba. A váltás viszont jó. Szépen javít. Nyomnia kell hátsó pályán, nincs mese, de nem jön a tripla egyelőre. Egy jön a végén, de még így sem elég jó a helyzen. És milyen érdekes, hogy ettől a párosítástól vártuk volna talán leginkább a tűzi játékot, és ehhez képest pedig egyetlen egy darab 180 volt. Na, lehet, hogy jókor szólok? 135, megint ilyet már láttunk tőle egy párat. Igen, lehetett is látni, meg hallani is, hogy csattant a nyíl, hogy áttolt a tripla ötös szektorba táblában álló a harmadikat. Ettől függetlenül, hogy Van Dijvenbode nem dobott még 180-at, így 100 fölött van az átlaga. Bizony. 101-jel 146-ra. Eddig jó. Nem lesz kiszálló Rock. Két triplával azért zárkózik, de így is 146-ra van 6 nyila a hollandnak. És hogy eddig a duplákat megoldotta, nem valószínű, hogy szüksége lesz több körre. 58. Nem dob triplát, úgyhogy nem lett ebből nagy kerekítés, de még mindig
nincs nagy baj az őrész szempontjából. Pláne így, hogy Rock sem dob triplát, nem tud bejönni 100 alá. No, akkor 88-ra tripla 20. Akkor 18, és a bulla végére. Na most van, itt az első hiba. Viszont kellene az extra 100 pluszos Rocktól 117-re tripla 19. Nem lesz meg. 42 mindössze. Jön most a három nyíl. Elsőre ott van. Azért még mindig az a helyzet, hogy 6 eldobott nyíl a duplán, egy rontás, és az is a bullon. Ez azért talán belefér. És még mondhatjuk azt is, hogy szerencsés hiba volt, mert ugye egy tízes kerekítő jött így össze. 180! A második. Hopp, egy ízelt lábú megint bezavart. Nagyon csúnya szektorhiba, de a váltás megint nagyon jó részben. 81. Van-e annyi Joshokban, hogy zsinórban négy leget behúzzon? Ez most a nagy kérdés. Zárkózik Dirfán Övenból, de azért még mindig le van egy kicsit maradva, de tényleg neki nem ez a fontos leg. Azért itt is megkaphatja a lehetőségen. 83 lett belőle. 144 gyakorlatilag utol tudja érni Rockot. Tripla 7 lett belőle. Így nincsen kiszállón. Eddig jó. Igen, az is és jó. A dupla 20. Nem. Azért az önbizalomnak jót tett volna. Száz az első tőle. Nagyon szép kerekítés volt 8-ra, azonban Rock megoldja 13. nyillal a leget. És akkor Van Dijvenbode kezd a mérkőzés megnyeréséért. 100-as. Jó a válasz Rocktól. 136. Ugye az az alapvető tézis, hogy hátsó pályáról mindig egyel több triplát kell dobni, mint az ellenfél. Ezt most viszonylag könnyedén abszolválni tudja, már egyet is dob Rock. Már pedig dob. Összesen már akkor így kettővel áll jobban. Hoppá. Eltűntek a triplái. Na azért mentő övként egy tripla 18, odafigyel, de még így is jobb helyzetben van Josh Rock. Már kellene a tripla nagyon. Fel fog váltani tripla 20-asra. És nem jön az sem, úgyhogy ő sincsen kiszállón. Hollandnak kell legalább egy, de nem az csak ötösből. Nem ötösből, igen. Így meg mindenképpen kell. Megvan. Marad a 170. 170-es kiszálló még nem volt a tornán, Daryl Gurney 164-es eddig a legmagasabb. 170. Na lássuk akkor azt a 170-et a meccsért. Nem, nem. Váltás. Tripla 3, megint a szektorhiba. 116 marad. Megvan a tripla. 10-es. Nem, 18 és állt a dupla 16-ra.
Ilyen ritkán látunk ilyet, hogy megváltoztatja a mérkőzés közben egy játékos a kiszálló tábláját, de úgy néz ki, hogy Rock érzi, hogy dupla 20 nem annyira stabil. De lehet, hogy késői volt ez a gondolat. Mérkőzésért. Fölött egy picivel tolta a drótot. Most már dupla 20 is van egy elrontott nyila Dirk van Dövenboldénak. És nagyon takar, látszik, hogy nem tetszik neki. Ki kell állni jobbra ezúttal. Belül van, dupla 8. Megvan. És megcsinálja. 5-4. És azért most nem adhat bele Dövenbolde Joshok kezdésénél. És ebben a fújtatásban nagyon sok minden benne volt. Az egyenlítésért, a döntőlegért mehet az északír. 140. Nem rossz a kezdés. Váltás. 53. És volt már azért olyan az idei European Tour sorozatban, hogy Van Dijvenbode egy látszólag már megnyert mérkőzést mérkőzés nyírról elveszített. Összetudja eltenni megint a gondolatait megfelelően a holland. 180! Igen. Úgy néz ki. Nem lesz kiszálló Rock. Mind a két fináléját idén Dirk van Dövenbolde 8 hétre bukta el. Egyelőre még döntő nincsen, de előnyben van a negyed döntőben az odavezető úton. Egy tripla jön már. A nincs szektorhiba, kiszállón lesz, sőt, 121 marad így. Ha valamikor, akkor most egy 140 nagyon sokat segítene Rocknak, de csak egy 100-as jön. Ismételten a mérkőzésért Van Dijvenbode. 17-es még jó lehet, tripla 18. Megvan. És a bull. Az meg egy kicsit alatta. Megvan a tripla. 14. És a bull. És megcsinálja Joshra! 5-5. Óriási. Két mérkőzésnyira túlél. És oda tudja tenni ezt a 124-et. Nem remeg meg a keze. Ott van a bull. Gyönyörű játék. Nagy meccs. Ezt vártuk. Ezt. Száznegyvennel kezd. Kérdés, hogy van-e még egy csavar ebben a történetben? Visszadobja Rock. 177! Nem csak visszadobja, még jobb is. És nincsen tripla a folytatásban. Na most van bajban. Most bizony, mert ott a negyedik. Az ötödik az fölötte. 98-as kör. Azért így is majdnem egy százasnyi előnye van Josh Rocknak. Kell a két tripla mindenképpen Dirk van Dijvenbode-nak. Egy megvan. Kell még egy. Ott van bizony. Kiszállón a holland. És kapja a terhelést. 140! Sokkal jobb helyzetben van Joshok. Hát ha valamikor kell az extra, akkor most. És ha valaki képes az extrára, akkor az Dirk van Dijvenbode. Hát, nem lesz meg azonban. Van. 86. Rocknak pontosan ekkora értékre van szüksége, csak nem ezzel a kombóval, hanem mondjuk így. Na, két mérkőzésnyira. Neki egymás után van ráadásul kettő, dupla 8. És megcsinálja Joshot! Mekkora fordítás ez!